Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 29-én. Mielőtt kivetem a kártyát, szeretnék néhány dolgot mondani. A hónap végén, 30-án megjelenik a hírlapom, az első kiadás. Megrendelhetitek, ez ingyenes, nem kerül semmibe. Ebben a hírlapban leírom azt, hogy mi történik a következő hónapban asztrológiailag, azon kívül bemutatok egy angyalt, aki uralkodik a hónap fölött, és minden hónapban kaptok egy kedvezményt. Csupán azoknak, akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot. Azon kívül még van valami, amit szeretnék közölni veletek. Közeledik év vége, és mindig így év végén van egy kedvezmény, egy évi horoszkóp, és ennél a horoszkópnál elmondom azt, hogy mi következik a jövő évben, mire számíthatok, és nem általánosan, hanem minden hónapban, pontosan úgy, ahogy a születési horoszkópotokra hat. Ez így év végén mindig egy kedvezmény, ebben benne van a születési horoszkópotoknak az elemzése, és az, hogy mi következik 2021-ben. És most felteszem a kérdést, hogy mire gondol ő, és mit tervez a jelen pillanatban, erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, ezt mutatja itt ez az uralkodó nő. A képeknek vannak szimbolikus jelentései is, ez mutathatja az ő tartását, uralkodik a gondolatai felett, uralkodik az érzelmei felett. Az is előfordulhat, hogy felnéz rátok, és olyanok vagytok az ő szemében, mint egy királynő, mint egy uralkodó nő, és ő tisztában van az értékeitekkel. Viszont egy uralkodó nő uralkodik, előfordulhat az is, hogy van valaki a környezetében, aki uralkodni akar felette. A második kérdés az lenne, milyenek az érzelmei, itt van egy varázsló, varázslatos érzelmek, egy mágikus vonzó erő kettőtök között. Mit közöl veletek? Azt mutatja itt ez a fő papnő, és őrzi a titkokat, a sorsok könyvét. Köztetek van egy lelki kapcsolat, mert ez be van írva a sorsok könyvébe. Az is lehet, hogy lesz most egy sorsdöntő változás. Itt a fő papnő ír valamit. Az utalhat egy levélre, vagy egy hírre.
Előfordulhat az, hogy ő közeledik hozzátok, és kaptok egy hírt. Az is lehet, hogy nem ír, hanem vár arra, hogy ti írjatok neki. A napi energiát a csokis kártya mutatja, és azt jelenti kom néer, magyarul azt jelenti, hogy gyere közeledj hozzám. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!